Kedves nézőink, bizonyára mindenki tudja, hogy gyertyát vagy más nyílt lángal égő eszközt nem szabad felügyelet nélkül éghető dolgok közelében hagyni. De mi történik, ha valaki erről elfeledkezik, és mégis bekövetkezik a baj, mit kell tenni ilyenkor? Ezt mutatták be a veszprémi tűzoltók, kérem, tartsanak velünk! A mai napnak az lett volna a célja, illetve az üzenete, tehát bemutattuk azt, hogyha keletkezik valahol egy átlagos alapterületű helyiségben egy tűz, akkor az hogy néz ki valójában, tehát milyen maga a tűz, milyen maga a füst. Be tudtuk azt is mutatni, hogy ilyenkor mit kell csinálni. Egyrészt mit csinálnak a tűzoltók, hogyan avatkoznak be, és mi az a helyes magatartási forma vagy szabályok, amiket ha az emberek, a lakók betartanak, akkor nem kerülnek veszélybe. Erről beszéltem ugye a legelején, hogy mit kell ilyenkor csinálni. Semmiképpen sem hősködjenek. Tehát ne próbálják ők maguk ezt a tüzet eloltani, mert nem lesznek rá képesek. Pánikba fognak esni, illetve olyan gyorsan terjed a tűz, hogy ez az életüket veszélyezteti. Hősugárzás, fű, stb. Tehát ez mind összeadódik, és akkor ez rájuk nézve egy olyan veszélyhelyzet, hogy abból menekülni kell. És ezért is hangoztattam, hogy ez a tűzoltók dolga. Tehát mindenképp szakembereknek kell ezt a tüzet eloltani, az a legfontosabb, mert mi erre fel vagyunk készülve, ki vagyunk képezve, megfelelő védőfelszerelésekkel rendelkezünk, és ezért mi ezt így végre tudjuk hajtani. Arra is jó volt nagyon ez a mai nap, ez a bemutató, hogy a tűzoltóknak a munkájáról beszélhettem, mert amikor kiérkeztek a kollégáim, akkor ugye el tudtam mondani, hogy mik azok a részfeladatok, amiket szépen végrehajtunk. Beszéltem a felderítésről, beszéltem arról, hogy készítjük elő a tűzoltást, mik azok az utómunkálatok, mik a tűzoltásnak a különböző szakaszai, amik fontosak, hogy mi hogy kommunikálunk egymással, de tényleg az volt a legjobb, hogy az emberek látták, hogy milyen a tűz valójában. Hogy is néz ki az, hogy az igazi tűznél füst is van, már nem is akármilyen, belobbanást is lehetett látni. Ugye azt is elmondtam, hogy egy ekkora alapterületű helyiség 3 perc alatt ki fog égni. Ez be is bizonyosodott, hogy ez bizony 3 perc alatt ez teljesen lángba borult ez az egész konténer. Úgyhogy ennek a mai napnak ez volt a célja, hogy ezt bemutassuk. Egyébként az valódi telefonhívás volt, amikor hívtátok a tűzoltókat, hogy jöjjenek ki, vagy meg volt beszélve, hogy jönnek? Ez egy valódi telefonhívás volt, tehát ugye ezt a jelzést én most közvetlenül ténylegesen leadtam a műveletirányításról, ezt ténylegesen fogadták, és ők ezt a tüzet, ezt a tűzjelzést, ezt továbbították ugye a működési terület szerinti tűzoltóságra, ugye veszprémi tűzoltókhoz, és ennek is az volt, meg volt a maga célja, mert szerettem volna az, hogyha az emberek hallják azt, hogy milyen kérdésekre, milyen válaszokat kell adni. Mert ezek rövid kérdések, rövid válaszok viszont nagyon fontosak, hogy ezek mindenképp meglegyenek, mert egyébként nem tudjuk megkezdeni a vonulást. Tűzjelzés a legfontosabb. Tehát ha tényleg valaki azt tapasztalja, hogy valahol tűz keletkezik, akkor elsősorban tűzjelzés legyen a legfontosabb, amit megtesz. Ha egy kis pislákoló tűzről van szó, és van valakinél egy porralótó készülék, vagy van nála valami, amivel le tudja takarni, vagy le tudja szórni homokkal, akkor az is egy jó megoldás, akkor oltsa el. De ha egy olyan tűzről van szó, amit most bemutattunk egy ilyen konténerben, tényleg egy lakásban keletkezik a tűz, akkor tűzjelzés a legfontosabb. Hívják fel a 105-t, a 112-t, mert ezek azok, amik közvetlenül a műveletirányításhoz vannak bekötve, ez a leggyorsabb módja, és akkor mi felvesszük az adatokat, és próbálják megőrizni a nyugalmukat, amennyire egy ilyen adott szituációban ez lehetséges. Mert ha valaki pánikolva hív fel minket, sokan ezzelben fogjuk tudni kikérdezni, de amíg nem kérdeztük ki azt az 5-6 dolgot, addig sajnos nem tudunk vonulást megkezdeni. Tehát a legfontosabb, hogy tudjuk azt, hogy hol van az a helyszín, tehát pontunk a pontos cím, az nagyon fontos az, hogy életveszély van-e, nagyon fontos az, hogy mekkora az alapterülete magának a káresetnek, a tűzesetnek jelen esetben. Mit veszélyeztet a tűz? Ez is egy nagyon fontos kérdés, mert az sem mindegy, hogy most ugye itt volt ez a konténer, erről a tűz nem tud tovább terjedni, de ha egy lakóépületről van szó, nem mindegy, hogy 4 emeletes a lakóépület, nem mindegy, hogy 10 emeletes, mert teljesen más egy középmagas épület, meg teljesen más egy 4-szintes, 5-szintes épület. Úgyhogy ezek a legfontosabbak, ez a legfontosabb teendője az állampolgárnak, illetve az, hogy a tűzjelzéssel együtt hagyja el az épületet. Mindenki a lehető leghamarabb hagyja el az épületet a természetes feljárókat használva, tehát lépcsőházon keresztül. Ez a legfontosabb. Tehát a legfontosabb az, hogy ne hősködjenek, és az épületet, amiben tartózkodnak, a lehető leggyorsabban hagyják el. Ha pedig bárkinek bármilyen információja van arról, hogy valaki bajba került, akkor ez pedig az első tűzoltónak, akivel találkozik, jelezze, és ő pedig majd a tűzoltás vezetőjének ezt a tudomására hozza.